vadonatúj hobbi ketrec harcos szobafestő frizurámmal köszöntlek bennetek én, Joe, és bájos segédem Tiffany. Azért gyűltünk itt ma egybe, mert van a Gábor civil egyesületét a második reformkort pártá alakítja. Ehhez való viszonyunkat szeretnénk tisztázni, de mindenek előtt nézzük meg, mit gondol mindenről a rabló kommunista nyilas házmester úr. nagy kár lenne, hogyha első körben nem ejtenénk egy pár szót a fogadtatásról. A NER sajtó berkeiben azért én úgy láttam, hogy egyelőre viszonylagos csönd honol. És még nem kapták meg az utasítást igen, fentről, hogy hogyan még, kell lereagálni. Még nem jött az ukász, hogy pontosan hogy kell narálni. A legtöbb helyen egyszerűen csak lehozták a, ami történt így, mindenféle körítés nélkül, idézetekkel, miket mondott volna. Én most úgy csináltak, -a, ahogy egy újságírónak kell, egyszerűen objektíven leírták, hogy mi történt? Hát ö, igen, de azért két kis csemegét én találtam. A Szeged Ma egy olyan címmel hozta le a hírt, hogy tovább aprózódik a jobbik, vonagábor új pártot alapít. A jobbik? Tehát elég érdekesen aprózódik tovább a jobbik, annak fényében, hogy vonagábor 19-ben lépett ki, ha jól tudom. Tehát itt valamely szorgos sajtószolga itt a kezébe vette a dolgot, és úgy gondolta, hogy érdemes lehet ezt a történetet úgy narrálni, hogy hát a már igencsak megkopott hírnevű, becsületű jobbiknak a kontextusába próbáljuk ezt a második reformkor, jelenséget belegyömöszölni. Igyekezett az újságíró megmutatni a gazdinak, hogy jó kutya. Igen. Tudja, mit kell gondolni. Ő fogja és visszadugja volna Gábort az édesanyjába, tudod, ahonnan kijött. De hát ki más villantotta volna a legnagyobbat, mint az internet rüskös segjuka az origó. Csak a cikknek a lídjét, illetve az utolsó bekezdését olvasnám föl. A Jobbik 2018-ban csúfosan megbukott pártelnöke Vona Gábor most egy új alakulatot alapított azt állítja, nem fog össze a gyúcsány vezette baloldallal. Most később egyébként ez a cikkben meg is ismétlődik olyan formán, hogy Vona Gáborul ugye kitettek egy képet, és akkor a kép aláírás az valahogy így néz ki, hogy Vona Gábor a Jobbik 2018-ban csúfosan megbukott elnöke, állítólag nem fog össze a gyújtságy vezette baloldal. Tehát ez kétszer is hangsúlyozik el, állítólag, ugye? Állítólag. Ha valami olyat mondanak, ami még talán tetszhet is nekünk, az biztos nem lesz úgy. Állí Ezzel is csak a választókat akarják átverni. Ellenben ugye a fidesz szel Állítólagos centrum, állítólagos polgári étosz, mi egymás azért figyelemre méltó még ez a megfogalmazás, hogy új alakulatot alapított. Tehát miért nem mindjárt azt írták oda, hogy brancsot, bagást, nem? Így még jobb lehetne. Galerit. De vajon mire gondolt a költő itt ezzel az alakulat szóval, hogy miért nem lehetett leírni, hogy pártot? Mert az nem mert elég, az elég dehonestáló de azért. Mert hogyha a civil szervezetre, ami ugye eredetileg volt ez a második reformkor alapítvány, azt mondja, hogy alakulat, hát az is elég kínos az, az is lehet egyesület, de lehet egyesület, lehet mozgalom, sok lehet, minden, tehát de, de de alakulat. Hogy arra azt mondja, hogy alakulat, még azt úgymond megértem, de azért a párt az egy elég egyértelmű megfogalmazás szerintem. El tudom képzelni a sajtószolgának azt az izmos merevedését, ami támadhatott, amikor így kitalálta azt a szót ide, hogy alakulat, Hogy oh, nagyon jó, de vakarta a fejét, hogy a leírta, hogy új pártot alakít, az nem elég jó, nem elég jó, mert nem, tényleg nem elég dehonestáló ez a jelző, hogy Pár, párt, ott párt, alakulat, nagyon jó. És hát itt az utolsó bekezdésben ezt meg kellett ismételni, mint ismert, mint ismert vona Gábor a 2018-as parlamenti választáson csúfosan megbukott a jobbikkal. A pártvezető akkor azt ígérte, megnyerik a választást, de még a 2014-es 20% feletti eredményüket sem sikerült megismételniük. Ezt követően lemondott a vezetésről, és a pártból is kilépett csúfosan leszerepelt. Nem ne? az, hogy betartotta az ígéretét egy politikus, amire 30 éve nem volt szinte az országban, hanem csúfosan leszerepelt. E 2018-ban már túl vállalható volt ahhoz a jobbik, hogy 20% <laughs> fölötti eredményt elérjenek. Nézd, egyébként az valóban kínos volt, én arra emlékszem, hogy valóban történtek ilyen hát tudod, ezek a kötelező izmozások, amiket így kampány idején előadnak a politikusok, hogy Nyerni fogunk. Akkor ilyen tudod, a könyvbe bele van írva, hogy egy kampányban már pedig mindenáron azt kell súlykolni, hogy nyerni fogunk. Mint ahogy 2018-ban egyébként az LMP is nyerni akart, és a végül ja. hány százalékjuk lett? Három? Hát szélkormányról delegáltak, igen. Hát... Ezért nem kell ez az izmozás, mert értem én azt, hogy siker kalauzokban ezt így leírják, hogy, hogy pozitív kommunikáció és önbizalmat, magabiztosságot kell sugározni, és, és hinni kell magadban, de, de szerintem nem akkora nagy probléma az, hogyha valaki tisztában van az erőviszonyokkal, tisztában van az esélyeivel, a lehetőségeivel, és ahhoz mérten lövi be a, az arcát. Mindegy is, de hát azért annak fényében, hogy végül Vona Gábor ezért az úgymond csúfos bukásért, hát igencsak vállalta a felelősséget. Annak fényében én azért azt gondolom, hogy ez a bukás ez innentől kezdve már azért mégsem olyan csúfos. Ugye most vonagábor visszaugrik a politikai küzdőtérre, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért a közeljövőben lehet arra számítani, hogy Terry a kapcsolatát fölmelegíti. Ehhez nem csak buzivá, hanem nekrofillá is kell válnia. Nagyon vicces. Nagyon köszönjük ezt a lehetőséget. A második reformkorról. Nézzük akkor, mit ígér nekünk Vona Gábor és a második reformkor párt. Ki akarunk lépni a cinizmusból, csak a saját ügyeinkkel akarunk foglalkozni és hidakat építeni. A mi útunk a reformkoriság útja, a polgárosodás zászlójának magasba emelése, tudva, hogy bár jelenleg nem élvez többséget, de ettől még ez a helyes. Új közéleti kultúrára van szükség. Vissza kell adni a nyugodt és józan diskurzus, az értelmes és higgadt vita, a tisztességes közszolgálat, a hosszú távú gondolkodás és a szakmai hitelesség becsületét ügyek. Fiatalok életkezdése, egészségügyi prevenció, óvodai ellátás, családi vállalkozások, munkavállalói jogok, online népszavazás, pártmentes önkormányzatiság, herbál elleni harc, élelmiszerellátás és mezőgazdaság. Ugye von Gábor már 2018-ra ebbe az irányba igyekezte tolni a jobbikot, és Tulajdonképpen ezek a célkitűzések, amiket most felolvastam, amik a második reformkor célkitűzései, ezek ennek a folytatása, legalábbis nekem nagyon úgy tűnik. Én itt nagyon is megszólítva érzem magam ezekkel a megfogalmazott célokkal, értékekkel. Hát, hogy kétszer aláhúzzuk, van itt egy nagyon fontos eszmény, az a sosem volt magyar polgárosodásnak az eszménye. Ugye Magyarországon soha a büdös életben nem volt polgári társadalom, legfeljebb ilyen kezdeményei, ideig, óráig, aztán ezek, ezek valahogy mindig elhaltak. Azt hiszem, hogy ha a Magyarországot sújtó problémáknak a méregfogát keressük, akkor az a polgárosodásnak a hiánya. Van itt a polgári étosznak egy másik nagy intézmény is készülőben, ez a, ugye a Tiborcnak a klubja, tehát lehetséges, hogy elég lenne oda felvételizni. Az elmaradt polgárosodásnak a bepótlását ígérte nekünk a Fidesz is a 90-es oh. években, és ugye hát látjuk, hogy hova sikerült eljutni, mennyire sikerült polgárosodni mm -hmm. 10x év kormányzás után. Tehát, De azt ö most majd a Tiborc bepótolja. Ja. Igen. tehát ő ott fel... hát végül is ő az utódja Orbánnak, úgymond. Orbán Viktor fogta ezt a politikai terméket, beletörölte a faszát, eldobta az út szélére, most Tibor istván jött és megtalálta. Fölvette, megszagolgatta, és olyan kellemes illata volt. Érdemes kiemelni még néhány kulcs gondolatot, kulcsfogalmat. Itt van például az, hogy kilépni a cinizmusból és ügyekkel foglalkozni. A mai politikának a rákfenéje az az, hogy egyfajta politikai ketrecharc zajlik, ahol az érdemi diskurzusok azok rendre elmaradnak, vagy ha vannak, akkor tudod, így ki vannak szervezve Ilyen ö, kulturális szereplőknek, mit tudom én, összeültetnek egy baloldali újságírót, egy jobbos újságíróval, és akkor ők ö, nagyon jól el tudnak beszélni egymás mellett és két párhuzamos narratívát futtatni, Hát ez az, hogy itt nem is csak a cinizmus. De, 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 de a politikusok szintjén ez nem történik meg. Hát most nyilván nem kell ide mást mondani, mint azt, hogy miniszterelnök jelölti vita az mióta nem volt? Gyakorlatilag 13 éve, nem? Nem is csak a cinizmusból kell kilépni szerintem ahhoz, hogy ügyekkel tudjon egy politikai párt foglalkozni, hanem ebből a vonagából kedvenc szavával élve törzsi gondolkodásból, hogy ugye, ha van egy cél, amit mondjuk a Fidesz megfogalmaz, mondjuk a családok segítése, amit most hagyjuk, hogy hogy valósul meg, meg stb., de ez úgy mond egy ilyen jobboldali konzervatív elképzelés. Ezzel kapcsolatban mondjuk a Fidesz bármit lép, az csak rossz lehet, hiszen a Fidesz csinálja, és ez egy jobboldali konzervatív gondolat. Tehát, hogy persze bármi lesz az irányvonal, a másik oldalon már előre tudjuk, hogy az rossz lesz, csak még azt nem, hogy miért. De majd úgyis meg fogjuk majd magyarázni. majd mindjárt mert kiderül, ő, hogy miért lesz mert rossz. Mert áron úgy kell gondolkodnunk az ügyekről, hogy nem az a lényeg, hogy az micsoda, hogy mi a megvalósítandó ügy, hanem hogy ki az, aki ezt kitalálja. És ki az, aki ezt meg akarja valósítani? Hogyha a Fidesz, akkor az ellenzéknek bármi áron sem tetszhet. Ha az ellenzék felvet valamit, amit az ellenzék nyilván nem tud megvalósítani, minek után nem ők vannak kormányon, akkor ha az egyébként egy jó ügy lenne, ami az úgymond Fideszeseknek is előnyére válhat, akkor sem tetszhet a Fideszeseknek, és a Fidesz akkor sem valósíthatja identitás, meg. Identitás alapon nem tetszett. Igen, persze. gyakorlatilag identitás krízisbe kerülne egy Fideszes, hogyha egy ellenzéki ötlettel azonosulna, és fordítva. Igen, és így, mert Magyarországon ezért... annyira ez a kétpólusosság jellemző, nyilván hmm. nem csak Magyarországon, de most mi Magyarországról beszélünk. hogy... Hát ez azért erősen hozzánk tartozik. Ugye egyébként a Fidesz az folyamatosan jön ezzel, hogy ugye nincsen konstruktív ellenzék, meg konstruktív ellenzékiség. Hát az a helyzet, hogy akkor lennének ők nagyon bajban, hogyha egy konstruktív ellenzékről beszélnének. Persze neki akkor, jó. Tehát, hogy, hogy egy, egy, egy inkompetens, és a, a a törzsi háborúban, viaskodásban teljes melszélességgel résztvevő ellenzék, az pont nagyon jó nekik, az pont nagyon kényelmes, hiszen bármit, amit mondanak, így egy laza mozdulattal mindig le lehet söpörni az asztalról. Abnormális szerintem ez is, hogy mind a hétköznapi emberek szempontjából, mind pedig ugye a politikai pártok szempontjából, hogy az ellenkező oldalra gyakorlatilag ellenségként tekintenek. Miközben a partnerség lenne a legfontosabb, és nem azért kell megmérkőzniük a pártoknak egymással, hogy most a győztes mindent visszavesztes, meg mindent elveszít, hanem megmérjük, hogy mi az, amit az ország a legjobban szeretne, egy választáson, és nem egymás ellenében, meg egymásra sar sarad dobálva, hanem hogy nekem ez az elképzelésem az országról, nekem meg emez, és meglátjuk, hogy a választók mit szavaznak meg. Hát a... Aztán van négy évem, hogy meglássuk, hogy sikerül-e vagy nem sikerül, és ha nem sikerül, meg nem olyan irányba megy el, akkor majd négy év múlva lehet újabb döntést hozni. De nem az, hogy de én négy éve a Fideszre szavaztam, meg nyolc éve, meg tizenkét éve is a Fideszre szavaztam, és ez már identitás kérdés, és ha egyébként rohadt rossz irányba megy el az ország, én akkor is a Fideszre fogok szavazni, mert minthogyha az én szégyenem lenne, hogy az, akire szavaztam, az visszaél az én bizalmammal. Igen. És nem számon kérni akarod utána azt a politikai pártot, hanem gyakorlatilag identitását teszed. Hozzáhajlítod a véleményedet, a személyiségedet. Ez a fajta megosztottság, hogy az ország jobb oldali fele, meg baloldali fele, nem úgy gondolunk rá igazából, mint ugyanannak az egésznek a két felére, hanem úgy, mint két különálló egészre, ami így egymásnak feszülési és így össze is összecsap. Ha megfelelően tudnánk erre gondolni, hogy teszem azt, itt vagyok én, mint egy egész, és itt van a jobb oldalam, itt van a bal oldalam. Mindjárt rájöhetnék arra, hogy ha a jobb, a jobb karommal levágom a bal karomat, hát nem vagyok beljebb, mert akkor egy félkarú ember vagyok, ugyanakkor a bal karommal vágom le a jobb karomat, akkor is egy félkarú ember vagyok, és kurvára mindegy igazából, hogy melyik oldalon van a félkarom, az csak egy félkar, és, és szükségem van mind a két karomra. Aláhúznám még a vonagábor által elmondottakból a hosszú távú gondolkodást. Egyetlen politikai pártnál sem látod azt, hogy lenne egy ilyen hosszú távú terve az országgal. Mindig a rövid távon megtérülő haszonnak a hajszolását látni. És tulajdonképpen nem, hogy nincsenek hosszú távú terveik, de ha esetleg egy pártnak véletlenül mégis lenne egy olyan programja, amiben hát olyan dolgokat szeretne megvalósítani, amihez nem, hogy négy év kevés, de talán még 10-15 év is kevés, akkor gyakorlatilag az orruk alá van dörgölve, hogy Uh, hát ezt nem lehet négy év alatt megcsinálni, mert minthogyha egy országépítés az úgy néz neki, hogy négy évenként belefogunk újabb meg újabb tök más dolgokba, és azokat négy év alatt véghez viszünk. Tehát, tehát négy, 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 évesnél hosszabb projekteket ne is vállaljunk, sőt, igazából, ha őszinték akarunk lenni, akkor ez nem négy év, mert a, a, egy ciklusnak az utolsó másfél-két éve az már kőkeményen arról kezd el hogy, hogy, kell ki? megnyerni a felkészülünk következő a következő választásra. Abszolút elképzelhetetlen hogy az egyik politikai párt, akit megválasztunk és kormányra kerül, és mondjuk egy 10-15 éves projektbe belekezd, és eljut, ameddig eljut a négy éves ciklus alatt, az teljesen elképzelhetetlen, hogy utána megválasztanak egy másik pártot, és a másik párt mondjuk ezt folytatja. Megint ugye erről az identitás mert alapú igen, konfliktusról amit, A csinálhatja hogy azt amit a másik azt az csak, az csak rossz lehet, az csak káros lehet az országra nézve. Mert nyilvánvalóan arról van szó, hogy mi felemelni akarjuk az országot, ők meg, ők meg a sárga földig lezülleszteni akarják. Másik valóságot néznek a különböző oldalak. Így nem lehet együtt dolgozni. Hát így nem. Van a gáborról. Folytassuk akkor azzal, hogy mit gondolunk magáról vonagáborról. Gáborról. Szexi. Hozzuk vissza a a politikába. meglehetősen nagy utat járt ő be a gárda mellényes veszett törzsfőnöktől, eddig a higgadt centrista figuráig, akit most látunk. Mit szólna Attila, ha neki barózó levelet írna? Megenné reggelire. Vegye le azt a maoista mancsát erről az országról, és soha ide többet a lábát benetegye, mert ha beteszi, a nagy orrát megtekerjük, és karikás ostorral fogjuk kizavarni az országból. Ezt üzenjük neki! A törzsi civakodás helyett a közös pontok keresése, hidaképítése, a teremtő energiák keresése. Mondhatnám úgy is, hogy teremtve gyógyulás. Mert ennek az országnak arra van szüksége, hogy teremtsen, és hogy közben gyógyuljon is. Én eleinte kételkedtem is az őszinteségében. Aztán az történt, hogy a 2018-ban tett ígéretét, miszerint amennyiben a jobbik elbukja a választást, ő lemond az elnöki posztjáról, ezt nem hogy betartotta, hanem lapot húzott rá, és gyakorlatilag a mondátumát is visszaadta. Én meg voltam róla győződve, e hogy az lesz majd, mint amit, ha jól emlékszem, Fekete Győr András csinált, hogy na ő majd lemond, hogyha ez lesz, meg az lesz, és akkor az volt, hogy lemondott, miről, az elnökségi posztról, majd két hónap múlva újra választották. Hát, na, hát gratulálok. Na pontosan így működik egy magyar politikus. Igen, pontosan így, pontosan így, és, és, és azt és, hittem, ő, hogy vonával is ugyanez lesz. Én is, totál ezt gondoltam, és hát olyasmit tett, ami a magyar politikában szinte mondhatni példanélküli. Pedig azért nem egy akkora, Felelősséget tett, de... vállalt, Kis képes volt hátralépni. És egy teljesen újfajta helyzetben, a nulláról felépített valamit, amiből ugye lett most egy párt. Tehát igazából teljesen magára volt maradva, úgymond mert most indított egy YouTube csatornát, meg alapított egy alapítványt, nyilván valamekkora híre van, hát persze, hogy van-vannak követői, meg stb., de azért ez eléggé kétesélyes volt, szerintem, hogy ez most így bejön, vagy nem jön be. Akkora ismertséggel, amekkorát ő magáénak tudhat, azért világos volt az, hogyha a kultúrába vissza is vonul, azért lesz érdeklődés arra, amit, amit csinál, és mit tudom én, teszem azt például az ATV stúdiójában, lesz neki egy szék, ahová beüljön és elmondja Jó, a véleményét. Hát De akárhogy is, gyakorlatilag példanélküli a magyar politikában, hogy valaki arról a négy évnyi, igen, busás fizetésről, meg az egyébként a képviselő úr státussal járó összes jogosítványról, összes előnyről így lemondjon. Mert lehet ugye azt mondani, hogy a visszavonulása mögött is volt egy ilyen számítás, mert már akkor is arra készült, hogy akkor majd néhány éven belül így szép fokozatosan visszatér a politikába, hogy felépít valami újat. És tudod, mit az a helyzet, hogy ha, ha ez így is volt, ez egyrészt akkor is kockázatvállalás, és másrészt egy olyan mértéktartásról, tesztanú tanúbizonyságot, ami a magyar politikában tényleg példa nélküli. Ennyit se tud mondani nagyjából senki, hogy most néhány évig leteszem hát a Nem, olyannyira nem, hogy nem csak a régiek, a, a, a régi motorosok, ilyen Fidesz, MSZP és társai, hanem például a Momentum sem tudta megtenni azt, amikor elég nagy népszerűségre tettek szert, így a semmiből kb. a Nolimpia kampányukkal, nem bírtak várni négy évet a következő választásig, hogy pártá Nem. alakuljanak, hanem gyakorlatilag egyből pártá kellett alakulni, mert fú, na most, srácok, most ezt a népszerűséget meg kell lovagolni, és akkor most kell elindulni a parlamenti választásokon. Szóval, ahogy mondtam, én eleinte számítást véltem látni az ő polgári karakter felé mozdulásában. Aztán igazából ugye egyrészt megtörtént ez, amiről beszéltünk, hogy 2018-ban felelősséget vállalt hátralépett. Másrészt pedig ö, egyszerűen így a, a saját személyiségfejlődésemre tekintettem. Ami nagyon hasonló, mint a vonagábori. Tehát nagyon hasonló helyről indultam. Egyszerűen arra gondoltam, hogy ha én be tudtam járni ezt az utat, akkor micsoda cínikus és önhit beképzelt hozzáállás lenne a részemről, hogyha azt mondanám, hogy csak azért, mert mondjuk, mit tudom én, vonagábor, az nem egy ilyen, izé, mit tudom én, random proli gyerek, mint én vagyok, hanem országos politikus, ezért ne történhetne meg vele egy ugyanilyen karakterfejlődés. De mindezt egyébként Orbán Viktor vagy a Fideszre nem égetjük rá, hogy gyakorlatilag egy 180 fokos fordulatot vett a Fidesz politikája, meg Orbán Viktor. De már hányszor? Is. Meg egyrészt hányszor? az ugye nem baj, az természetes. Olyankor Te fel természete, kell hozni a természet... idézetet, az meg. Pont ezt akartam hogy, mondani, igen. Ja, hogy ó, hát az, aki fiatalon nem liberális, annak nincs szíve. Nincs szíve. Aki időskorában nem konzervatív, annak nincs esze. Hát Orbán Viktor, hát a tökéletes politikusát politikus, fejlődött. hát látjuk, hát akinek, akinek, akinek fiatalon ekkora szíve volt, most meg ekkora esze van, hát azt, meg kell becsülnünk. Van a Gábornak az úgymond színe változásában. Látod így folyamatosan az egyik árnyalat így megy át a másikba, tudod? Látsz egy ilyen folytonosságot. Orbán Viktornál a és a Fidesznél ezzel szemben azt látom, hogy elvágólag vannak, e vannak ezek a színek így egymás mellett. Tehát, hogy és a múltról hop, nem hop, most beszélünk. Ez volt, hop, most már ez. Mintha sosem most lett volna, volna ez. másként. másként. Igen. Míg van a Gábor és a szemben egyébként, hogyha felmerülnek ilyenek, mint a Műezdint bejátszották neki a 2018-as kampányidőszak alatt, meg ilyenek, volt, Isten. akkor... Ő egyébként később egy Youtube videóban elmagyarázta, hogy mire is gondol azzal, amikor mondjuk ő Törökországgal úgymond szimpatizál. Tehát nem az van, hogy á, én sose mondtam ilyet, meg én sose csináltam ilyet, és úgy csinálunk, pap, mintha ilyen sose történt volna, hanem ő elmondja, hogy valamit miért gondolt így akkoriban, most esetleg másként gondolja, és ha nem, akkor miért, milyennek az oka, stb. Akárhogy is vonagából jelen pillanatban is egyébként reflektál arra, aki volt nem olyan rég, elmondta egyébként, hogy erről a törzsi gondolkodásról azért tud ennyit, az, és azért tudja, hogy ez mekkora tévút, mert hogy ő is egy ilyen törzsfőnök volt, és belátta, hogy nem ez a megfelelő út. Tehát akárhogy is reflektál arra, aki valamikor volt Orbán Viktortól, mikor hallod azt, hogy reflektálna arra, hogy valamikor ő egy ilyen liberális, lánglelkű fiatal volt. Nem, hát úgy megy a lipsizés, a libernyálkozás, mint hogyha Orbán Viktornak ez a büdös életben nem lett volna az identitása. Az és Orbán úgy száját, megy a sorosozás, mintha a büdös életben nem lett volna a soros ösztöndíjas. Gyakorlatilag egy tévedhetetlen emberként van beállítva, mert mindig az, amit ő éppen gondol, amit mond, amit képvisel a Fidesz politikája, az éppen ott és akkor a tévedhetetlen és az egyetlen jó út... És mindig az a nemzeti. Mindig az a nemzeti. Ja, mindig az a nemzeti, és az alap. Bármit mond, és annak az ellenkezőjét, az mindig a nemzeti. Onnan lehet tudni, hogy ő mondta. És az rendben is van, hogy az ember, amit éppen gondol, azt cselekszi, és azt tartja a legmegfelelőbb útnak, de ha mondjuk egy év múlva, két év múlva, egy évtized múlva mégiscsak másként gondolod, akkor azt el egy lehet hét, ismerni. Egy hét múlva. Egy hét múlva, vagy két nap múlva, bazd meg. Orbán esetében, igen. Tehát ez is szerintem egy alapvető különbség például kettejük között a fejlődésre való hajlandóság és az egykori tévedéseimmel való szembenézés. A Fideszes, az Orbán-Viktori út az az, hogy az mindig helyes, amit ma gondolok. És a múltat és a végleg vég eltöröl. Igen. Gyakorlatilag Igen. egy ilyen 1984 világ, vagy egy bolsevik tempó, ja. hogy mindig is eurázsiával álltunk harcban. Igen, ez a fejlődés teljes ellentéte. Mert, hogyha nem nézek szembe a múltammal, nem nézek szembe azzal, hogy mi az, ami hibát elkövettem egykor, hanem nem volt semmi ilyesmi, ez egy stagnálás. Erkölcsi politikai stagnálás, és ha valami... A szarban. a szarban. és ha valami rossz a nemzetnek, akkor ez nagyon rossz. Még az hagyja, hogyha egy jó helyen stagnálsz, de az meg benne a szarban. Figyelj, összességében nekem Vona Gáborral az elmúlt években az a benyomásom alakult ki, hogy egy nagy jelenfejlődésen keresztül ment egyébként szavahihető és tisztességes figura. Ha esetleg majd úgy alakul, hogy csalódnom kell, és kiderül, hogy átlettem baszva, most az a helyzet, hogy én ettől nem félek. Tehát, hogyha ez megtörténik, az akkor, nem rólad egy úristen, szegénységi bizonyítvány. annyian baszták már át a fejemet, hogy még egy valaki nem fér el ott a sorban, de hogy nem nagyon jól meglesznek egymással ott a többiekkel. Most csak azért, hogy azt az önképemet őrizzem, tudod, hogy hmm, nekem, nekem nem lehet túljárni az eszemben, én átlátok a szitán, nem fogom ezért mindenkiben a cselszövő gazembert keresni, mert ez egy nagyon gyáva mentalitás alapvetően. Hogy annyira félek attól, hogy esetleg megvezetnek, hogy mindenhol a patás ördögöt keresem. Nekem sokkal fontosabb az, hogy megmaradjak olyas valakinek, aki képes arra, hogyha valaki valamit állít, valaki valamit a meggyőződéseként tálal, akkor én azt elhiggyem neki. Aztán, hogyha ebben elbukik, ebben hiteltelennek bizonyul, akkor majd abban a pillanatban át fogom gondolni azt, amit addig róla tartottam. kell -e még egy párt? Minek ment oda? Hát jöjjön akkor a fekete leves. Ugye még a második reformkornak az ideáival, megfogalmazott célkitűzéseivel maximálisan tudok azonosulni, a megvalósíthatóságnak a terén már inkább skeptikus vagyok. Kezdem ott egyébként, hogy Újfent a Messiás várás hibájába eshetünk, ami ugye Magyarországnak egy kedvelt sportja. Tehát, ha itt rendszeresen azt a megváltót várjuk, aki ö, kisöpri innen a gonosz Orbán Viktort és a Nert, és elhozza a tejjel mézzel folyó Kánoánt. Ezt mindig egy-egy ilyen egy -egy -egy figurától várjuk. Megutodik Van a... már Pétertől, igen. szegénytől. Na most a szkepszisemnek az oka, hogy nagyon sokakat láttunk már elvérezni az úton. Elbukni, bemocskolódni lehanyatlani, hozzárohadni a rendszerhez. Például Orbánt? Hát igen, talán ott kezdhetjük, hogy Fidesz, és folytathatjuk ott, hogy LNP is jobbik, és folytathatjuk és ott, hogy Momentum. Voltak itt tényleg nagyon ígéretes indulások, ígéretes kezdeményezések, nagyon jól azonosulható, jól megfogalmazott üzenetek, aztán igazából lett az egészből egy egy langyos kalapszar. És tudod, az a baj, hogy ha a második reformkor az LMP vagy a jobbik ö, sorsára jut, azzal nagyon-nagyon fontos értékek, egy nagyon fontos eszmény kerül át a víziók polcáról a politikai lózungok polcára. Ez nekem kifejezetten személyesen fájna. Igen, mert azért nem egy ilyen kockafejű jobb vagy baloldali párt, hanem tényleg egy ilyen centrum. Ami ténylegesen azt lehet látni a megfogalmazott, az ügyeket, igen. megfogalmazott ügyekből, kifejezetten azt lehet látni, hogy itt tényleg a polgári étosz van a zászlóra tűzve. Visszacsatolván tehát a messiás váráshoz, mind a mellett, hogy az egyik oldalon ott van az, hogy itt van a Vona Gábor, és most megment minket, és ő most egy szemébe meg fogja oldani a magyarországi polgárosodást. Várj, még nem Minden tudjuk, mellett... hogy ott van-e. Még nem tudjuk, hogy ott van-e, tehát annyira még nem tudjuk ennek a fogadtatását. De igen, de, de ott mondja. ott van. Ott van? Valagodj, ott gondolod? van. Ott van. Másfelől... kommenteket, mi? Igen. <laughs> Másfelől ez a messiás szkepticizmus, hogy na te Vona Gábor ha most ez nem sikerül, akkor egy személyben te vagy a felelős, mert én ugyan nem tettem semmit annak érdekében, hogy az országban ez a polgárosodás elkezdődjön végbe te, menni, de, de neked de, egyedül de, meg kellett de volna Te volna valamit, és még visszafogni sem voltál hajlandó. Te voltál a kiválasztott! És akkor visszatérve a polgárosodáshoz. Bocsánat, egy pillanatra, egy gyors kérdést, hogy tegyek fel. Kokain és kaviár, igen. És kurvák. Igen. 3K. Egy új párt, 3K, kokain, kajvajár, Szerintem a nyernénk. Pol, a polgári mozgalom. Szerintem nyernénk ezzel. <laughs> Tehát visszakanyarodva a polgárosodás étoszához és ideájához, szerintem van egy elég masszív társadalmi réteg, akiknek ez nagyon is imponál. És akiknek... Vitatkoznék vele, hogy ez mennyire masszív, de mondja. Szerintem van. Szerintem van. Egyrészt azért, mert vannak kiábrándult fideszesek, Találkoztál már ilyenekkel? Húsvér kiábrándult fideszesen? Márki Zajpéteren kívül, aki tulajdonképpen egy ilyen árnyékfideszes. Igen, az új Tintér Béla darabban. Ez így tulajdonképpen így van megfogalmazva. De szerintem vannak ilyenek. Tehát szerintem biztos, hogy kell, hogy legyenek olyanok, akiknek mondjuk az alapértékeik azok ezek a polgári jellegű értékeik lennének, de hasonlultak a fideszel, mert tulajdonképpen hajlandóak megkötni azt az alkut, hogy Na jó, leszavazok a Fideszre, mert bár van egy csomó minden, amivel nem értek egyet, de inkább, mint a gyurcsányféle ellenzék. Csak kérdés, hogy ki lehet-e őket imádni ebből a Szerintem ki lehet. Ki lehet, mert bele is lehetett őket imádni, és lehet, hogy csak azért lehetett őket beleimádni, mert nagyon szerettek volna tartozni valahová. A kérdés az, hogy mihez szeretnének jobban tartozni az értékeikhez, vagy a politikai törzsükhöz. Hát nyilván ez most majd ki fog derülni, valószínűleg hamarosan de hogy szerintem van egy masszív társadalmi réteg, akiknek ez nagyon is imponál ez a polgárosodás, és lehet, hogy ez úgymond egy ilyen marketingeszköze a vonának, meg ennek a második reformkor pártnak, hogy innen ragadják meg a potenciális szavazókat. Én, én nem gondolom, hogy ez egy marketingeszköz lenne. Én látni vélem a valódi meggyőződést. A kétségeim annak szólnak, hogy politikai pártként ebben a rendszerben és ebben a társadalomban hogy lehet meggyökeresztetni ezeket a ma Magyarországára tekintve tündérmesének ható ideákat. Hát ez az, szóval, hogy a Gábor, akinek már volt tapasztalata a magyar politikában elég mélyen, vajon valóban tud-e ebben így őszintén hinni? Hogy ez megvalósuljon? Ugye ez így a rendszeren belülről sikerülhet, mert Igen, hát az az, hogyha ők politikai pártként szeretnének érvényesülni, akkor el kell indulniuk a választáson, meg kell méretniük, és hogyha átlépik a, a bejutási küszöbet, akkor mi van? Akkor az van, hogy beülnek a parlamentbe, alig ha nem és a mert Rendszer mert, részévé é, 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 és, és akkor igaz, hogy nem fognak össze a többi ellenzéki pártal, de onnantól kezdve, hogy ebben a demokrácia színházas végül is részt vesznek, ugyanúgy, ugyanúgy fölveszik a fizetést az egyszeri választó szemében mi az, ami tulajdonképpen meg fogja őket különböztetni az összes többitől. Várj. Még akkor is, hogyha tényleg jó hiszeműség hajtja őket, még akkor is, hogyha a legjobb meggyőződés hajtja őket. Nyilván kérdés, de feltételezem, hogy az a céljuk, hogy előbb-utóbb ők legyenek a kormánypárt. De hogyan? Tehát hogyan fog ez megtörténni? Miért ö, lennének jobb Szerinten esélyeik, most mint mondjuk a egy momentum? A rövid távú gondolkodás hibájában. De értem, esenem. hogy rövid távú csak, Mert nem csak, csak, feltétlen Gábor lesz a következő miniszterelnök. Én azt úgy értem, értem hogy értem. ő ezt a mémet akarja elültetni. Én ezt értem, de hogy ültetsz el mémet Ekkora ellenszélben. Tehát érted, hogy van itt egy olyan társadalom a Kárpát medencében, amelyik a feudális hatalmi viszonyokhoz, az erő uralmához, kultuszához, paternalizmushoz szokott, és hogy gyakorlatilag az van, hogy most a polgári gondolatnak a magvait kéne elültetni egy olyan talajba, ami mérgezett talaj. És én nem látom azt az időpillanatot, amikor ez az állapot megszűnik, és amikor ez egy fasza jó minőségű termőtalaj lesz. Mert nem egyszerűen egy kormányt kell leváltani, egy rendszert kéne leváltani. A NER az ameddig fennáll, az minden erejével ezeket a mai társadalmi viszonyokat, ezt a fajta mentalitást igyekszik majd konzerválni. Egy tanult tehetetlenségben, szolgaságban és egyébként egy ilyen erőskezű, tökös vezetőhöz szokott társadalomban kellene valahogy meggyökeresztetni a polgári ideákat. Én ezt, ezt nem látom igazából. Én se hogy látom. és hol, ho, látom hol lesz az az időpillanat, amikor ez, így, amikor ez így... Csak ezt mondom, hogy ha meg, hogyha meg soha, soha nem kezdi el senki ezzel a felkiáltással, amit ugye most te is elmondtál, amit tök jogos, szerintem is tök jogos, csak ha soha nem teremtesz precedens rá, hogy meg lehet próbálni, és lesz rá valamekkora fogadókészség, ha nem is túl nagy, de lesz, ami esetleg növekedhet az idővel, akkor soha nem is fog ez, ez a folyamat elkezdődni. Igen, csak a polgárosodás, az nekem nagyon olyas valaminek tűnik, ami organikusan úgy tud kifejlődni, hogy alulról fölfelé kinő. Hát figyelj, a polgárosodás szerintem elsősorban az oktatási rendszerrel itt, lehet itt, elkezdeni. Itt, itt, egy, itt egymással szembe ütköztetnék kétfajta hozzáállást, hogy mondjam. A, amit most a Mona Gábor mondott, ez az egyik, hogy ugye úgy érezték, hogy kinőtték már a civil szférát, vagy hogy fogalmazott, mm. tehát hogy ahhoz, hogy érvényt szerezzenek az elképzeléseiknek ehhez, be kell lépni a politika szinterére. Ezzel szemben Siffer András annak idején, amikor ő kilépett a politikából, éppen azt fogalmazta meg, hogy az LMP azért nem tud semmit elérni gyakorlatilag a, a politika szinterén, mert nincsen meg a társadalmi bázisa, nincsen meg a kulturális hátország, és előbb ezeket kell a kultúrába visszalépve uh -huh. megteremteni, és majd innen innen fog tudni a párt Hát építkezni. Építkezni, így van. Tehát ez a két mondás, mint teljesen egymással szembe menne. És az az igazság, hogy én a siffernek a mondását azt igazabbnak érzem. Amikor arról beszélünk, hogy a civil szféra az már kevés, a kultúra az már kevés, hanem itt be kell lépni a politikába, akkor az nekem nagyon egy, egy, egy fölülről diktált polgárosodásnak hangzik, ami meg azt gondolom, hogy nem. eleve kudarcra van ítélve. De egyrészt a vona öt éve gyakorlatilag épít egy civil közösséget. Én de, nem de, tudom, hogy milyen de, és, méretekben... És azt érzed, hogy ez már így kész van, tehát hogy ez már egy akkora kulturális társadalmi nem tudom, bázis, hogy, hogy erre föl pontos, lehet építeni egy, pontos egy céljaik, szabad szemmel látható pártot. Nem tudom, hogy milyen pontos céljaik vannak, meg ügyeik, amiknek a megvalósításához szükséges belépniük a politikába, lehetséges, hogy kicsiben szeretnének kezdeni, sőt, szinte biztos. Egy... Az is lehet, hogy nem az a céljuk, a rövid távú céljuk, hogy bekerüljenek a parlamentbe, vagy kormánypárt legyenek, hanem, hanem csak az, hogy tehát, hogy megmutatják magukat, hogy Nézd, van ilyen. Lehet úgy tekinteni a kulturális szférára, a civil szférára, hogy ez egy túl szűk kabát kell egy nagyobb. De lehet úgy is tekinteni rá, hogy viszont egy egy szép kabát. Let's go. Ahogy felvetetted a Momentum esetében, hogy nem volt -e az túl elhamarkodott, hogy hogy ők, mm -hmm. ők már is el akartak indulni a választáson, itt is felmerülhet a kérdés, hogy a második reformkornak nem kellette volna még jó pár évig Kulturálisan, civil módon építkeznie, bázist építenie, mielőtt esetleg pártá alakul. Azt persze hozzáteszem, hogy én sem szeretnék ebben a kákán is csomót kereső, mindenért csak puffogó, izé, dohogó kocsma értelmiségének a szerepében tetszelegni, mert akkor gyakorlatilag kimondhatnánk azt, hogy a NER úgyis is leválthatatlan, Orbán Viktor úgy is marad, akkor tulajdonképpen senki ne, senki, semmit. senki csináljon semmit. Csak senki hogy semmit, szar az, ami van, de ne csináljuk csináljunk üljünk, üljünk az meg a tévébe a fotel előtt, vitatkozzunk Bajer Zsoltal, és amint valaki tesz egy pár lépést, mert mit tudom én, van egy elképzelés egy jobb Magyarországról, és akkor legalább egy néhány lépést tesz afelé, akkor már, már mindjárt süssük rá, hogy na biztos hamis kártyás vagy, biztos te is izé csak meg akarsz ebből élni. Azért én ezzel várnék. Tehát én tényleg úgy állok hozzá ehhez a kezdeményezéshez, hogy nagyon sok sikert kívánok, és, és nagyon örülnék, ha működne. Csak nyilván erősek a kétségeim, hogy jelen körülmények között ezen a Magyarországon, ebben a rendszerben ez. Ilyen módon sikerülhet. Nézd, van a Gábor, ez biztos, hogy nem egyedül találta ki kettő délután alatt. Világos. Ennek nyilván már évek óta van egy előkészítési folyamata. Nem tudhatjuk, hogy mi a tervük. Meglátjuk, meglátjuk. A hajtani, a tév... És én, én, én várom. Nyilván, én nagyon beszél, kíváncsi Nyilván, nyilván, vagyok. A, nyilván a, a tévé. És én úgy érzem, a tévé... hogy végre történik valami a magyar tévé, politikában. Nyilván, hát csak túl nagy illúzióink ne legyenek, Na, mert a, annál nagyobb a pofára esés. De egy biztos, hogy nyilvánvalóan én is így gondolom, hogy a tévé előtt dohogásnál, meg a izé pufogásnál mindenképpen egy erkölcsileg igazolhatóbb dolog, hogyha legalább néhány lépést megteszel az elképzelés felé, amit így kitűztél magad elé, mert még mindig jobb ö, megpróbálni valamit és elbukni, elvérezni, mint meg se próbálni, és akkor ebből a kényelemből ugatni. Ennyi lett volna a mai videó. Annyi hozzáfűzni valónk van még, ami nem éppen a témához kapcsolódik, hanem inkább ehhez itt. A formátumhoz. Ja, látni tőlem, jó. Tőled nem látni. <laughs> Eddig ugye négy műsora volt a négy fal csatornának, a négyöltés, a magyar mém, a per kettő és a lakógyűlés. Ezennel a négyöltés formátumot halára ítéljük. <laughs> Szélne keresztjük. És az behozzuk előzett, a helyére a lakógyűlés. A lakógyűlés és a négyöltés túlzottan kezdett egymásra hasonlítani. Teljesen indokolatlan volt innentől kezdve, hogy két külön műsor legyen. És a lakógyűlés sokkal viccesebb. A lakógyűlés lesz innentől kezdve az, ahol így pofázunk, megbeszélünk, adott esetben, mit tudom én, ötös listázunk, tíze, tízes listázunk, és a többi. Úgyhogy ennyi lett volna ez a mai videó. Kommentben mindenképpen írjátok meg, hogy ti mit gondoltok, ti a messiás városok táborát, vagy pedig a szkeptikusok, minek ment oda táborát erősítitek. Vagy, vagy ti vagytok a messiások. Ez a harmadik lehetőség. Ennek én, én ezt magamra. Köszönjük adjú. a figyelmet, sziasztok! Adjú.